Szia, Judit, és üdvözlöm a televízió nézőit és téged is, Éva. Szervusz, milyen? És hát most már látom, te is egy kicsit ősziesebben jelentél meg a képernyőn is, és láttuk az audiencián is, hogy beborult az ég. Szentatya tegnap ismét a fotókon láthattuk, hogy a Maria Maggiore templomban volt, hiszen újabb utazásra indul. Így van, a Szent Atya most pénteken, majd 22-én elindul Marseille-be a mediterrán találkozók nevű rendezvényre, ami tulajdonképpen már elkezdődött, ő a záró részén fog majd részt venni az egész eseménysorozatnak. Hogyha minden igaz, akkor 22-én 14 óra 35 perckor fog majd felszállni Rómából, és körülbelül 16 óra 15 perckor fog majd landolni Marseille-ben, ahol Macron köztársasági elnökkel fog találkozni, ő fogja majd fogadni a Szentatyát. Aztán különbözőféle programokon fog majd részt venni a Szentatya, meg fogja látogatni a Notre Dame de la Grande Bazilikát, ahol köszönteni fogja majd a Főegyház megye papságát, és imádkozni fog majd a Szűzanyához. Aztán 6 órakor a tengerbe veszett tengerészek és migránsok emlékművénél tart majd egy rövid megemlékezést a vallási vezetőkkel. 23-án szombaton zárt körű rendezvényt tart majd, ahol olyan emberekkel fog találkozni, akik gazdasági és anyagi problémákkal küzdenek. Szombaton a Fáró Palotában a záró programon majd beszédet intéz a jelenlévőkhöz, és tulajdonképpen a fő mozzanata az utazásának ez majd a záró szentmise lesz a Marseille Velodrome stadionban, és utána pedig már indul is vissza Rómába a Szentatya. Arra számítunk, hogy szombat este 8 óra 50 perc környékén már vissza is fog térni ide hozzánk. És valóban kedden már, ahogy az így jó szokása az utazások előtt, ellátogatott a Santa Maria Maggiore Bazilikába, ahol a Salus Populi Romani, a római nép megmentője, Szűzanya ikonhoz imádkozott, és hozzá ajánlotta fel a következő 44. apostoli útját. Az EVTN munkatársai most is vele tartanak, majd a repülőgépen? Igen, mindig igyekszünk ugye folyamatosan nyomon követni a Szentatyát, úgyhogy ő lesznek kollégáink szintén a repülőgépen is, úgyhogy a megszokott módon majd a kedves nézők, amit már látnak a műsorújságban is, az alapján tudják majd követni az eseményeket, illetve majd a közösségi média felületeinken is egy kicsit bővebben, exkluzívabban megpróbáljuk bemutatni majd ezt az utat. Itt alig 3 hónapja, hogy ott vagy, de ez már a sokadik útja a Szentatyának. Milyen más ilyenkor a hangulat, akár ott a stúdióban is? Igen, igazából nagyon sűrűvé teszi a munkát az, hogy a Szent Atya folyamatosan utazik. Ugye ezt a mi programunkban is láthatják a nézők, hogyha a Szent Atya elmegy meglátogatni egy másik országot, vagy apostoli utat tesz ott, akkor eléggé aktív programok vannak folyamatosan, mint ugye legutóbb is, hogy Mongóliából hajnalban közvetítettük végig az eseményeket, szóval ez mindig egy ilyen extra energiát igénylő időszak mindenki számára. Hála Istennek azért Marseille nincs olyan messze, hiszen szerintem egy órás repülőútban se fog telni a Szentatyának, azért közel a 90-hez, ez így is elég nagy teljesítmény részéről. Mit várunk Marseille utazásától? Bízunk benne, hogy ott is nagyon sok emberrel tud majd beszélni, oda is úgymond el tudja vinni majd a reményt. Ugye a mediterrán találkozó fő lényege az, hogy találkozóra hívja a különböző felekezetekhez és vallásokhoz tartozó fiatalokat, és a földközi tengerrel határos országok püspökeit, mozgalmait és közösségeit. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy oda is el tudja vinni majd az üzenetét. És hát reméljük, hogy a szavainak hatása is lesz majd, ahogy szokott is, hiszen akár a világi ifjúsági találkozón a megszólalásai, vagy akár most Mongóliában, de reméljük, hogy Marseille-ben is majd értő fülekre találnak. Jövő héten is beszélgetünk majd, biztos vagyok benne, bár nem jövő héten, Karitász délelőttünk lesz, úgyhogy beszélgessünk most már arról, hogy a jövő hétvégén mi várható Vatikánban, hiszen nyár elején lettek bejelentve az új bíborosok.
Így van, szeptember 30-án fog új bíborosokat kreálni majd a Szent Atya. Az lesz tulajdonképpen a szinódus nyitó eseménye, úgyhogy 30-án délelőtt 10 órakor a Szent Péter térről fogunk majd jelentkezni, és októberben ugye megkezdődik itt a Vatikánban a szinódus, ami egy kihívásokkal teli hónap abból a szempontból is, hogy folyamatosan alakul a programrend, tehát mi sem tudunk előre semmit, csak annyit, hogy az új bíborosokkal fog tartani majd egy szentmisét még a Szent Atya október 4-én, és ezzel fogja hivatalosan megnyitni a szinódust itt a Vatikánban. Akkor ez mához két hétre lesz aktuális, de addig még lesz egy teletonunk október 1-én, amire most nem tudsz hazalátogatni, de akkor biztos vagyok benne, hogy aznap fogunk még beszélgetni erről, úgyhogy most azt tudom mondani nézőinknek, hogy mindenképpen beszélgetünk majd a Marseille útról is a teleton napján, és akkor a bíborosoknak a beiktatási szertartását is tudjuk értékelni, és hát talán arra már jobban tudjuk azt, hogy a szinóduson mi várható. Így van, és hát itt is készülünk. Az októberi hónapban úgy döntöttünk, hogy az EVTN hírnök idősávjában fogok folyamatosan jelentkezni, és informálni fogom a kedves nézőket is minden egyes mozzanatról, ami itt fog történni majd a szinódus alatt. A külföldi kollégák is két héten belül meg fognak érkezni ide a római irodába, úgyhogy az EVTN több stábja is innen fogja majd kommentálni és nyomon követni az eseményeket, úgyhogy az október is szintén egy nagyon aktív, energikus hónap lesz. Hát az biztos, hogy rád is sok feladat és sok izgalom vár, de legalább ez így nagyon jó nekünk is, hogy ott vagy, és első kézből értesülhetünk majd a római eseményekről. Köszönöm szépen, Vivi, hogy ma is rendelkezésünkre álltál, és szép napot, jó munkát kívánok neked! Szép kívánom, és köszönöm én is.